Mai sajtótájékoztatót azért tartjuk, mert a sajtóhírekben megjelent, hogy valószínűleg Matolcsy György a bankszövetség elnökének, az UniCredit Bank elnök vezérigazgatójának a luxus lakását használhatja. És ha ez így van, akkor ez nagyjából egészében olyan, mint hogyha egy gyárban a szakszervezeti vezető az a vezérigazgatónál lakna albérletben. Hát aztán őtőle várhatnák azt a munkatársai, hogy a következő bértárgyalásokon a vezérigazgatót rendesen sarokba fogja majd szorítani az ő érdekükben. De én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben nekünk azt a kérdést is fel kell tenni, hogy ha ez igaz, akkor Matolcsy és az általa vezetett Magyar Nemzeti Bank tényleg tárgyilagosan ellátja a bankoknak a felügyeletét? Tényleg várhatunk ennyit Matolcsytól ebben az esetben? Én úgy gondolom, hogy mi azt okkal és joggal várjuk el, hogy a Magyar Nemzeti Bankban az ott dolgozók, a Magyar Nemzeti Banknak a vezetői, azok kimagasló szakmai színvonalon, és nem utolsó sorban fedhetetlen és nagyon erős erkölcsi és morális tartással végezzék el a munkájukat, hiszen erre nekik is nagy szükségük van. Csak akkor tudják elvégezni jól a munkájukat, hogyha a Magyar Nemzeti Bankot, mint intézményt, közmegbecsülés és tisztelet övezi. Magyarországon nem ez a helyzet. Magyarországon az a helyzet, hogy a Magyar Nemzeti Bankot minden egyes héten valamilyen botránnyal lehet csak kapcsolatba hozni. A Magyar Nemzeti Banknak az elnöke minden egyes héten újabb és újabb botrányokat szolgáltat, ami a magyar adófizetőknek milliókba kerülhet hetente, és egészen biztosan minden egyes héten a Magyar Nemzeti Banknak a tekintélyét alássa. A Magyar Nemzeti Bank felkészült arra, hogy lesznek olyan vezetői, ahol ez a belső erkölcsi és morális tartás ez nem a jelleméből fakad, ezért elfogadtak egy etikai kódexet. 2014-ben is elfogadtak egyet, amit Matolcsy György írt alá. Itt van a kezemben ez a Magyar Nemzeti Bank etikai kódexe. Ebből fogok idézni. A bank, mint a Magyar Nemzeti Egybankja és kiemelkedő nemzeti intézménye komoly hangsúlyt helyez arra, hogy munkatársai ne kerüljenek kompromittáló, etikailag megkérdőjelezhető szituációba, mely növelheti a megvesztegethetőség kockázatát. Ki kell zárni az olyan helyzeteket, amelyek nem teszik lehetővé az elfogulatlan munkavégzést. Még a kisebb ajándékokról is rendelkeznek, és azt mondják, hogy kisebb ajándékok elfogadását is csak úgy lehet megtenni a Magyar Nemzeti Bankban, hogy az ne csorbítsa, ne befolyásolja a bank munkatársainak tárgyilagosságát, ne teremtsen lekötelezettséget, és ne keletkeztessen elvárást. Ez a Magyar Nemzeti Bank etikai kódexében van leírva. Egy etikai kérdésben, szakmaetikai kérdésben nagyon sokan fogalmazhatnak meg véleményt, és nagyon sokan hallgathatják el a véleményüket. De van, aki nem hallgathatja el a véleményét, van, akinek kötelező ilyenkor eljárni. Kötelező, hogy a véleményét megismerhessük. Ez a Magyar Nemzeti Bank igazgató tanácsa. A Magyar Nemzeti Bank igazgató tanácsának és a miniszterelnöknek mindenféleképpen ebben az ügyben állást kell foglalni, hogy lássuk, hogy láthassuk, hogy a jobb meggyőződésük fog-e győzni, vagy cinkosai lesznek ennek az aljasságnak, ha a sajtóhírek igazak. Ezért innen felszólítom a Magyar Nemzeti Bank igazgató tanácsát, hogy a bank által elfogadott etikai kódex alapján járjanak el, folytassák le az etikai eljárást, és ha igazak a sajtóhírek, akkor marasztalják el Matolcsy Györgyöt, és állapítsák meg, hogy a pozíciójának az ellátására alkalmatlan és méltatlan. Felszólítom Matolcsy Györgyöt, hogy amennyiben igazak a sajtóhírek, akkor hozza nyilvánosságra azt a bérleti szerződést, amit a bankszövetség elnökével, az UniCredit Bank vezérigazgatójával Patai Mihállyal kötött. Patai Mihályt, a bankszövetség elnökét, az UniCredit Bank vezérigazgatóját
pedig felszólítom arra, hogy tisztázza, hogy van-e bármilyen kapcsolat a mai sajtóban megjelent az Eiffel Palace értékesítés és felújítása kapcsán az Unicreditnek nagyon kedvező üzlet, és a között, hogy Matolcsy György korábban az Unicredit Bank alkalmazottja volt, és hogy a sajtóhírek szerint a lakásában, a luxus lakásában lakik. Én úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, ezekre a kérdésekre választ várunk az elkövetkezendő napokban tőlük.